2x12 csapat alkotta ugye ekkor a másodosztály mezőnyét. Zsiga közben, Zsiga a jobb oldalról, egy újabb beadás, megpattan egy védőjátékoson, és egy gól! Karas Dániel fogja a fejét, szerencsétlen. Rosszul ért bele a labdába, öngóllal megszerzi a vezetést a kaposvári Rákóczi. 1-0 a zöldfehéreknek. Honori szöglet következhet. Most ívelődik be a labda, és egyenlítenek a monoriak. Méghozzá Tóth Barna. Bíró végzi el a bedobást. Rajci fordult volna le a védőjéről, sikerül is. Rajci, Zsiga, egy fejes, és nagy bravúr Bozsótól. Most éppen a hátával mentett. Belickivel szemben szabálytalankodtak, és újra, mivel lerántás, jogos a sárga lap. És mivel ez a második Karacsnak, Karacsot kiállítja a játékvezető. Partjelző is besegít közben, ez még mindig olyan 6-7 méter lehet, de ettől függetlenül Hadaró be tudja ívelni, megint csak tenyérrel kiütni tudta Bozsó. Megjön közben a közönség hangja is, ez is ígéretes, Bozsó öklöz egyet. Wackler fordul rá, hatalmas Bozsó bravúr! Belicki háttal van a kapunak. Zsiga. Zsiga fordult egy jó cseller, Rajci veszi le a 16-oson, Rajci ráfordul, gól! Gyönyörűen csinálta Rajci Péter! Beforgatta a védőjét, és ballal a bal alsóba. 2-1 a Rákóczinak. Nagyon sok ilyen labdára odaérnek egyébként a monoriak. Nagy Rihárd gyönyörűen vette le. Hadarótól kapja vissza. Egy elegáns labda Hadarónak, Hadaró ballal. Ficsor fülelte le. Hadaró, jó labdaszerzés, Hadaró a 16-oson belül, Rajci készített, Nagy Krisztián gól! Megvan a harmadik kaposvári találat. Összességében azt kell, hogy mondjam, megérdemelten szerzi meg a 3 pontot a kaposvári Rákóczi együttese. Jól játszottak a fiúk, helyzeteket dolgoztak ki, és a monoriakat is dicséret illeti, mert 10 emberrel is állták a sarat. El tudtak jutni többször is a kaposvári kapuig, és nem adták fel egy pillanatra se, ember hátrányban sem. Nézzük, mi lesz még itt ebből. Úr László becsúszása után marad a labda a vendégeknél, és Tóth Barna a gól. A lényeg az, hogy megszereztük a 3 pontot, de tényleg benne volt azért, hogy itt vasárnap és szerda és vasárnap ritmusban játszottunk. Főleg az a szerdai, amit idegenben játszottunk az Etével, az Ete pályán azért nem sok csapat nyer, és ott mindent kiadtunk magunkból. Azért azt hozzá kell tenni, hogy itt a Zsiga Ervin 5 hetet, vagy 4 hetet kihagyott itt a felkészülés alatt, és őt 90 percet játszott, és volt több játékos, aki kihagyott, és nem volt 100%-os állapotban is most játszott. Megértem a szurkolókat, hogy ők azt akarják, hogy támadjunk, de azért egy szerdai meccs után, ami azért nem egy alapmeccs volt, tehát ott a fiúk, aki látta a tévében, tehát látta, hogy ott mindent kiadtak magukból, nem olyan könnyű vasárnap ugyanazt a futómennyiséget lerakni az asztalra, és ez a Monor, ez nem egy rossz csapat. Jól kezdtük a mérkőzést, úgy érzem, hogy rendben volt, ahogy kimentünk a pályára. Aztán a 20. perc környékén sok technikai hiba csúszott meg, ez picit meg is zavart minket. Öngolt is vétettünk, így egy más pozícióból indult a folytatás. Majd a kiállítás szinte megpecsételte a helyzetünket, így az volt a célunk a második félidőbe egy előállásnál, hogy minél tovább kibírjuk kapott gól nélkül. Ez sem sikerült, hiszen 4 perccel a második félidő elkezdése után hátrányba voltunk. Megtettük mindent, utána már hősies volt tényleg a küzdelem, de kevésnek bizonyult ez a pontszerzéshez.